Na, hello mindenkinek! Kicsit régen volt pár videó. Pár napja. Szóval folytassuk is a Crusader Kings-et. Miért elindítottam a felvételt, itt néztem, hogy ez a két terület. Ezek ugye a Jeruzsálemi királysághoz tartoznak, nem tudom, hogy ez hogyan jött létre, de mindegy. Hagyjuk. Na akkor. Bizánciakkal háborúzunk, ez annyira már nem emlékszem, hogy mi volt az utolsó részben. Azt láttam, hogy van egy pár frakció még házon belül is. Egy erősebb tanácsot akar, másik meg valamelyik nagyon távoli rokonomat akarja a modernai trónra juttatni. Vagy hercegi székbe. Azt leshetik. Ez nem így megy a dolog. Hát közben itt ugye eszembe jutott, hogy tudnék a pápától területekre claimet igényelni. És Firenze az már megvan. Kérdés, hogy kié a hercegség? Aha. Az egész hercegségre tudnék igényt kérni a pápától. Amit most meg is teszek. Ugye ezért kb. Pietivel kell fizetni. Hitpontokkal, ha úgy tetszik. Na de. Ugye pénzünk van elég. Ugye elkezdtem felállítani itt egy ilyen állandó hadsereget. És mi legyen még benne? Ez 50 nehéz gyalogos. Még egy ilyet is bekérünk mellé. Nem most voltam elolvasni. Kevésbé rosszra kattintottam, úgymond. De mit tud a csávó? Aha, tehát nulla... Nulla stewardship-je van. Van egy lányom. Xenék is, tényleg már is felejtettem. Van egy feleségem, akkor itt átváltak szinte stewardship-re. Jó. Ezt a másik fókuszon egy pont el tudjuk tartani ezt a 7 területet, amink van. És akkor megfelelő ütemben fog jönni a pénz. Ki vagy te? Nem. Senkinek nem támogatom az igyekezeteit az iránt, hogy megszerezzék a koronát, mert az nekem kell sajnos. Vagy hát legalábbis függetlenedni akarok, de basszus 30 ezer emberre van a csávónak. Muszáj minél több címet megszereznem. Egy pénzem most van elég. Ugye? Hogy egy Firenze elleni háborút megindítsak. Csak kérdéses, hogy milyen örökösen lesz fiam van. Michele, hagyjuk már. Antoniotto. Ja, egyek már olaszok. Ja, tényleg valamiért már megszokott a magyar vonal, nem tudom, hogy miért. Batista, Zaccaria, Alberico, Orlando, nem tudom, milyen. Mi legyen a neve? Armando? Nem. Corradino. Emanuel. Rizzardo. Gerardo. Leonardo. Egyszerűen tudom, milyen neve legyen. Castillo. Nem, Calisto. Nem jó. Saverio. Bonifacio. Roberto. Enrico.
Jó, megoldom. Cosimo. Jót írtam be? Nem. Most Cosimo, az lesz. Cosimo Medici után. Hát egy rohadt, szép nagy a királyság, azt meg kell hagyni. Kérdés, hogy vazalusoktól mennyit kap a király katonát? Ja, tehát önerőből van neki 6000 vazalus, volt vazalusoktól van 23000 körülbelül. Ó, egy torna? Ja. Hát nem tudom, mennyi esélyem van. Megnyerni. Nem sikerült. Ugye trónokharca módban vannak ezek a tornák, elég jól megcsinálva. Ott szeretem. És hát aztán több tornát is lehet rendezni, nem csak egyet. Ezt viszont megtámadjuk. Vagy... Ja, tényleg kierőszakolt béke van, Istenem! Ekkor baromságot már el is felejtettem. Ó, atya ég. Akkor kérünk erre a kettőre. County of Pisa-ra. És... Ez mi ez? Piombino. County of Piombino-ra claim-et. Nincsen Stavardom. Te meg lopjál technológiát. Tök mindegy, hogy hol mondjuk. Konstantinápolyban jön. Jó. 7 hónapig van még a kierőszakolt béke. Aztán neki megyek ezeknek, ennek. Hülye gyereknek. Mondjuk elég sok területe van szerte az országban, de azért az enyémhez nem mérhető. Mit akarsz, hagyjál? Hát el is kéne válnom a feleségemtől, amíg lehet. Nem akarja engedni. Remélem több gyereke nem lesz. Nem lesz centralizáció. Semmi nem lesz. Ó, basszus! Epidemic? Honnan? Ó, nem az, az csak smallpox. Aha. Innen. Ajaj, ez Pest is. Terjed, mint a Pest is. Akkor viszont lehet, hogy megvárom, amíg ez lefolyik. De mondjuk Európára nem akar átterjedni, ahogy nézem, az inkább Angliát. Tizedeli. Nem nagyon jön erre felé. Engem ugye nem zavar. Csak érdekes. Ruenben van még. Meg őben, EU. Nem kaptak még egyetlen földet sem, amíg én élek. Néha vannak ilyenek, hogy itt ki akarnak vásárolni tőled egy csomó földet. Ezeket nem szabad. 6 per 7, na várjunk csak. Nem történt semmi. Egyre kevesebb fenn.
Egyre kevesebb földem lett, amit ellenőriznem kell, ez hogy történt, pedig ugyanakkor maradt a... maradt az ország, úgymond. Ez a Pest is, ez nem nagyon akart tovább haladni, úgyhogy... úgyhogy én szerintem megtámadom Pízát. Csak... ugye benne vagyok a király tanácson, hogyha meg tudnám fűzni a többi tagot, hogy támogassanak engem a következő szavazásokkor. Három tagot meg tudtam fűzni, ha minden igaz. Ezek mennyi? 36 hónap, az 3 évre szóló. Három évre szóló támogatást köszönhetek nekik. Tehát a királynak maradt 3 támogatója. Az azt jelenti, hogy ha most akarja áterőszakolni majd a békéjét, az nem fog menni. Úgyhogy én megtámadom a hülye gyereket. Még alig van kevesebb embere, mint nekem, basszus. De menni kell, nincs mese. És van egy olyan érzésem, hogy ezt elszúrom itt, hogy beküldök mindenkit egy helyre. Na, itt kiderül. Nem, jó. A folyamatosan érkező endless erősítés megoldotta a dolgot. Jó. Meg kell foglalni Pízát, most csak az a lényeg. Kármint alig van 4000 ember, nagyon nem alig, de alig 5000 inkább, úgy mondom. Van embere bőven. Főleg így. De egy zsoldosok, felvett egy szakasz zsoldost, mert egy hadseregnyi zsoldost. Akkor inkább szétverem a főerőit, mielőtt azok becsatlakoznának még. De nem, basszus, rögtön oda mentek. Akkor felveszek én is egy csapat zsoldost. Mondjuk kiket. Mondjuk őket, a Rózsa kompániát. Őt Yusuf fogja vezetni, én pedig is vezetem a saját hadseregemet. Elfoglalták Riminit, a szemetét. Jó. Ugye az a baj, hogy Itáliában az egy kicsit nehéz háborúzni, mert mindenki rohadt gazdag, és az közel nem mond el mindent a valós erejükről, hogy... amit ott láttak a kiírásokban, a karakterek mellett, mert egy csomó zsoldosokkal harcolnak. Nem egy kicsit árnyalja a képet. Egyelőre jól állunk. Azonnal lefogom... talán Pízát megtartom, a Piongrinot meg lepasszolom valami csávónak megy. Jó. Elfoglalták Lukát, az most engem nem érdekel. Égjél. Na, azt mondja az érsek, hogy a kápán vagy apostét, vagy akkor apostét, vagy nincs mit tenni. Jó, na menjünk, hogy győzzük le őket. Még egyszer. Jó. Másik sereggel meg visszafoglalom, amit elfoglalt. Szép háborús időszak van az országban. És ha minden igaz, akkor ez a szaros király... a basszus. Minden igaz, meghalt a macskám. Szóval az a szaros király most nem fogja tudni beerőszakolni a békéjét, ugye? Mert ugye a tanácsban mindenki velem szavaz. Mármint a nagy részük.
89%-on vagyunk. Az a helyzet, hogy megint tört is a feleségem. Nagyon remélem, hogy lányom lesz, mert ha nem, akkor nem leszünk jóban. Akkor megint más ilyen eszközökhöz kell folyamodnom, sajnos. Na, haver! Milyen fura szád van, mindegy, add meg magad. Jó. Nyertünk. Na, most oda kéne adnom Pionbinót valakinek. Hülye gyereknek. Nem tudom, kinek kéne odaadnom. Ennek a hülye gyereknek, ugye ez közvetlenül a vazallusom. Úgyhogy nem egy lord fog ebből gazdagodni. Basszus, fiam lett. Nem hiszem el. Hát akkor sajnos nincs más megoldás. Azt a rohadt. De nem szeretem ezt csinálni. Ez a Gavelkinde örök, ezt nem bírom minden részben hangsúlyozni, ez mekkora egy baromság ez a Gavelkinde öröklés. Akkora egy hülyeség. Felosztja a területet ezzel az örökösök között, hagyjuk már. Hülyeség. Most ez a óriás nincs hadsereg, ez ötök gondolta, úgyhogy... Hogy itt cirkálniuk kell? Most kik ezek egyáltalán? Tripolitániáért szent háború, de... Na Isten. Mennyire utálom, hogy ilyenkor mindig engem csesztetnek. Na mindegy. Miért csak ekkora bevételem van? Szabad kérdeznem. Nem tudom, de mindenki jól megutált. Ajaj. Sajnálatos dolog. De az, hogy egyszerűen csak így tudom tenni az ellen a hülye Gavelkind ellen. Mert azért nem lenne baj, hogyha a Gavelkind lenne, hogyha nem birtokolnék két hercegi címet, mert az ugye ezt ilyenkor odapasszolja a másiknak. A baj ott van, hogy nem bírom megsemmisíteni a hercegi címet, pont az egyik hercegi címet, ami nem kell, pont a Gavelkind miatt. Mert hogyha úgy lenne Gavelkind, hogy egy hercegi cím van, akkor nem érdekel, mert akkor a hercegségen belül maradnak ugye a területek, így viszont kiszakadnak belőle. Az egyszerűen annyira rossz. Na basszus, lázadnak. Gyorsan egy helyre kell gyűjteni az embereimet, megnézni, hogy mennyien lázadnak. 3000, 5000, hát is szűk 8-9000 most így első ránézésre. Talán. Gyűjjünk Modenában. És vegyünk fel még egy csapat zsoldost. Kezd a Company of the Start. Jó, 10 000 ember. Fúha, ez kevés lesz. Ezeket itt el kell kapni.
keresztes az járat. Na jó, elkaptam néhány zsoldos, de... Mert ezek zsoldosok, amiket elkaptam itt, de ez nem lesz elég. Fel kell szednem még egyet. Katalán kampanit. És azokkal neki menni a Cremonát a stromló erőknek. Megvárni ugye, amíg... Fúha. Ez kemény ütködet lesz erre. Muszáj a legjobb tudásunk szerint belemenni, úgyhogy maximális morállal. Na gyerünk! Én most kivételesen örülnék annak, a Real Peace lenne. De jó, megnyerem az ütködetet. Remek. Tehát ez most kivételesen jó, hogy ki akarja erőszakolni a békét a birodalommal, mint a királyságban. Jó, fú. Fú. Szoros volt. Lovasság technológiáját növeljük egyen, meg hát nem tudom mit kéne, toleranciát vagy majestit. Megyünk itt toleranciára. Jó. Mennyi pénz összegyűlt már itt a keresztes hadjáradra. Én is beleadományozok egyet. És mi a cél? Jó, messze van. Hajóim nincsenek? De van, csak... Nem bírnék annyit, ha mindegy, összegyűjtöm a hajóimat. Ami van. Jöjjenek Lukkába. Ez így tud szállítani 4100 embert. Ha minden igaz. És ez különösen jól jött ez a Realm Peace. Megnyertem volna így is, mert hülyére vettem a hadseregeiket, de... De... Úgy sokkal több pénzem elment volna, hogyha... Hogyha ezt végig kell harcolni. Hogyha végig kellett volna harcolni. Amikor kezdünk 7 napon belül, akkor... Raise Army. Nézzük ötöm, hogy hogy tudnám berakni a lehető legtöbb embert a hajókba. Őket berakom. Meg még őket. Na gyerünk! Ugye fél hadseregemet átszállítottam rögtön a hajókkal. A másik felét összegyűjtem Lukkában a vazallusokkal. Jó, ezekkel meg irány. Simeone Yusuf Arnefrit Hala, vagy mi a neve? Ezek most mik? Ja. Pont átfedésről voltak. Jó, gyerünk. Nincsen stevardom. Uff, fél tímem hiányzik csak. Nem figyeltem.
Nem egy Statecraftra. Most nincs időm menedzselni a hülyeségeket, a claimek meg ilyenek. Na gyerünk! Mondjuk kerülhettem volna még egy nagyobbat hajóval, de... Hát, ja, mindegy most már. Na, megérkeztünk a hadjárat helyszínére. Ezt neki is állok ostromolni. Meghalt az após. Regulated inheritance. Nézzük csak meg. Gavel King van. Most, ha megszavazzuk, akkor mi lesz? Nem tudom. Csak nem látom, hogy hol van a szavazás a királyságban éppen, na mindegy. Hadjárat. 7%-ot már beleadtam. Közösbe. Nem egy túl nehéz hadjárat eddig. Ezt be kell vallanom. Már 50%-on állunk, és éppen csak beszvormoltuk a célterületet. Egy már elfoglaltunk pár területet, ezt lerohanjuk, jó. Tehát itt csak occupation, tehát a ütközeted így nem is volt, tehát ide jöttünk, elfoglaltunk minden gyakorlatilag. Aztán kész. Nem. Nem támogatok semmi revókat, azt csak én csinálhatom. Nyertünk. Ennyi volt. Én sem egy pénzt nem kaptam belőle. Hihetetlen. Aj, na mindegy. Előfordul az ilyesmi. Ez egy elég nagy clusterfuck ez a Európa most. Vallásilag egységes, kultúrában, úristen Franciaország. Itt minden van. Jesszus. Még látok némi Hungariant, itt elszórva. Hát, csodálatos. Na, hazaértek az embereink. Szeretnék király? Nem leszek commander. Nem már nyugdíjas vagyok. Öreg vagyok az ilyesmihez. Hey! Hey, hello! Mikor lett a tiéd Ravennet a nyomorék? Szerintem az annyira utálom, hogy össze-vissza kiöröklik a területeimet. Ah, Istenem! 30 000 embere van. Honnan a rágban szerezek 30 000 embert?
Még másfél évig béke kell, hogy legyen. Hiába vagyok láthatóan én Itália legnagyobb földes ura, egyszerűen nem tudok vele mit kezdeni. Ki ez? És mi a baj vele? Ja, igen, mindenki látta, hogy gonosz rituálékat, meg sötét mágiákat gyakorol. Biztos boszorkány, hát akkor halál. Ha ők mondják, akkor biztos boszorkány. Ez már csak így működik. Hihetetlen basszus, tudnék Great Work-ot építeni, de nem tudok, mert nem vagyok független. Szóval nem is leszek egy hamar független, mert... Nem leszek független, mert... Rohadt sok ember van a királynak. Start faction. Independence, én abba beszállok. Felét, a felét bírjuk kiállítani király erejének. Nem, nekem a legszépszerűbb most a függetlenedés lenne, azt kellene elérni. Hát évig nem változtathatok törvényen, ugye azt mondom, csak 10 évente lehet egy törvényen változtatni, egy új törvényt bevezetni. Azt hiszem. Jó. Frakciókban vagyunk 53%. Ez kevés. 12 ember. 12-13 ezer embert tudunk kiállítani, abból... Hát abból kevés 8 ezeret én adnék. A Firenzeinek sajnos nincs túl nagy ereje. Fura feje van a lányomnak. Ez is dull lett, de nem tudom mitől kapják még ezt, hogy hirtelen egy dull. Tehát itt semmi jel nem utal arra. Ezt csak megkapják. Na mindegy. Matrilinear. Kéne valami jó kis kancellár, hogy nem tudom. Mindenki dull. Dull, dull. Hihetetlen. Jó stóba embert. Legyen ő jobb ilyen. Azur Dyson.
szép északi nevek. Igazából megtehetném azt simán, hogy csak akkor csinálok legközelebb videót ebből a végigjátszani, hogy már függetlenedés küszöbén állok. Szerintem nem tartom kizártnak, hogy ez így elhallasson. Túl erős lesz a király. Túl sok területe van már. Én meg mindig hiába vagy vagyok a legnagyobb földes úr, egyszerűen nem bírok élni vele. Hogyha legalább az öröklés primogenitúra lenne, már az nagyon sokat segítene. Oh, meghaltam. Szomorú. Stábon maradt a régi. Berakjuk Azurt Marshallnak. Legalább egy ember legyen a tanácson, aki nem akar kinyírni. Ó, és a kancellárom a régen sem, azért nem tudom berakni, hogy lecserélni őt. Na jó van, reméljük nem akar kinyírni. Ugye pénzem van elég, úgyhogy elvettek nem kell, hogy attól tartanom, hogy lázadás során letaszítanak. De ezzel jobb félni, mint megijedni. Ambiciózus lettem, na, az sosem baj. És akkor itt még be sem tudok lépni frakciókba. Az lenne jó, hogyha föld lenne darabolva egész Itália. Megcsináltam azt, hogy elmentem a játékot, kilépek a menübe, folytatom az olasz királlyal, mert visszatöltem ugye ezt a mentést, csak az olasz királlyal folytatom, mert ugye itt lehet ilyeneket trükközni. Elengedem az összes grófságot, meg hercegséget. Gyakorlatilag földarabolnám a királyságot, akkor könnyebben lehetne a zavarosban halászni. Kurán szűni napunk, ó, április 1-én, milyen vicces. Ó, milyen ronda fejem lett. Igazságos legyek, vagy temperamentumos? Igazságos. Háború fókusz. És abban a pillanatban elmegyünk valami értelmes hajviseletért. Ez botrányos. Na, ez a Brad Pitt-es már is jobb. Közben tanácstag lettem. Én csak azt hallottam, recece. Akarok commander lenni. Viszont indítok egy frakciót. Nem tudom magamat jelölni a királyság élére. Nem az, ami az claim kéne. Csak utána tudnám. Akkor azt meg intrikával. Vagy nem. Akkor Toszkánára kéne legalább egy claimet fabrikálni, mert ezt ugye így is lehet. Mindenkinek küldözgetünk egy kis pénzt. Gondolom azért ilyen könnyen megfizethetőek most, mert a hülye gyerek. Egy hülye gyerek náluk a herceg, aki éppen börtönben is van ráadásul.
Úgyhogy simán. Na hát ez elég gyorsan meg lesz, azt hiszem. Jó, megvan a claimem. Toszkánai hercegségre. Akkor már csak azt kéne elérnem. Hogy velem szavazzanak az emberek, de mivel még viszonylag friss hús vagyok itt, nem hiszem, hogy túl sok szavazatot remélhetek. Ketten, vagy hárman szavaznának mellettem. Akkor ezzel még várok egy kicsit. Mire tudunk még klémet fabrikálni? Pízai hercegség, hát amikor nem tudom, hogy értelme van, mert az már ugye nagyjából az enyém. Hát meg ennek nagyon elszorul vannak a területén. Akkor nem. Ferrari hercegség nem. Hívok egy jobb kancellárt, ezek nagyon tehetségtelenek. Search all, yes. Yes. Csávót keresünk. Na, ő 21-es, meg is hívjuk. És kinevezzük kancellárnak. És mehet is a claim fabrikálás. Valahová. Reméljük gyorsan dolgozik a csávó. Tizenhat éves vagyok és már ilyen ambícióim vannak, simán jó. Na. De majd folytatjuk akkor a következő videóban a történéseket. 20 évet sikerült előrelépni, ami annyira nem sok. Sajnos. Mert ugye pénteken már jön a, nem, már csütörtökön jön az Imperátorom, amivel majd mindenképpen ki akarok majd próbálni, és videót csinálni belőle. De nem fogom befejezni ezt a végigjátszást, maximum kicsit. Mert nem fogom félretenni, maximum kicsit háttérbe szorul, de be fogom fejezni. Amánynap eddig tudom. Szóval köszönöm a megtekintéseket, előre is. Remélem mindenki nagyon élvezte, és a legközelebbi alkalommal találkozunk. Hello!